Szemébe tölteni, nem mindig előnyös. Maszki, ne ödök ilyen kancsa. Legalább most már rám ülnek, és nem a Oliverről. Ennek örülünk. Na az. Az kicsit az izén keresztül adtam, nem? A korláton keresztül. Na. Hát ha valaki belehal a robbanásba, de úgy néz ki, hogy nem. Nem volt akkor a szerencsém. Nagyon szerencsé a hordók mellett bújtam. És ebben a helyzetben az a jó, hogyha engem vesznek észre, mert ilyenkor velem foglalkoznak, és nem Oliverrel, nem fogják megölni szegényt. Szóval, ja. Te ott élsz, nem? Nem. Hallod, hogy... Na, túl elhamarkodott vagyok. De meg hátra észrevesz engem, valahogy. Király. Van még valaki, aki... Ó, RPG is faszkodott. Ajaj. Előveszem akkor a snipperünket és kiszedjük ezzel. Hep. Milyen delfinfejes volt ez? Szentszar, létezik olyan kifejezés, hogy delfinfejes? Most találtam ki. Na, pattaim fel. Okay. Mindenki egy kibaszott fia ebben a játékban? Egyből... Egyből én hülyeségek kezdnek el foglalkozni, hogy szép tetoválás. Most lettél szét egy csomó embert. Király. Örülök neki. De tetoválásod az menőbb ennél. Na, meg bének vagytok, nem tudtok vezetni. Mondom, most a hídon lesznek. Bizonyan. Hál' Istennek. A hülyék valamiért maguknál hagynak egy csomó robbanó hordó. Üzemanyaggal, tehát egy hordót, amivel fel tudom őket robbantani. Ajaj. Igen, a kocsival próbáltam behajtani a vízben. Tudom, hogy nem azt akarták, de... Azt mondom, hogy menő lett volna. Kiválhatatlan. Na. Ajaj. Nem tudok rákanyolni rendesen. Mert a... Nem tudok rájuk nézni rendesen. Hülye a fordulás ennek az ágyúnak. Mengéfegyvernek. Ha nem eszetem ennek. És ez egy gépfegyver, nem? Hoppá, be fog menni a vízbe a kocsik. Tönkre ment egy tök jó autó. És még helikopter is van, szent szar! Csónak szerintem az nagyobb veszélyt jelent. Szóval... jól van, gyorsan Jason, neked véged van. Szedd ki a helikoptert. Szent szar! Papírból volt, vagy mi van? Papír helikoptereg. Tess még kis életet, Jason. Rád fér. And they're putting the screws to my dad. He was about to give them a ton of money. Ollie, you would have been sold right into slavery afterward, even if he'd paid. Oh, shit. Man, this is some heavy shit, man. I don't know if I can deal with this. I know you, Ollie. You're stronger than you think. Come with me. I have someplace safe to hide you. Most a csávó egész jól lóghat a szexi fészekkel, ameddig ilyen nagyba dolgozok. Kurva jó. Nagyon jól mondhatom. This place is like heaven. Hey Jason, when you have a sec, can you come over here? I have something to show you. I got something to show you too. Come on. Csinált egy keresztet, asszony. I'm building a cross for Grant. Yeah, so I like it. Thanks. I haven't really had time. We have to talk. We will. Just not now. I need to find Riley. If anything happens to that kid. I miss you. Don't worry. I'm taking control of my life for the first
time. That's right. A good thing. I've been working really hard on that, and I have a studio job waiting for you. I helped Steve. Oh, look, I don't want to talk about your exes right now. All right, this is my path. I've got to find it on my own. Okay. Okay. I get it. You're stressed out. We can meet up later. I love you. Now go. I'm gonna try and stop you. Jó, van, sexy face. Most már mi vagy a másik szigeten lesz a további költésünk. Ja nem, először is ki kell mennem csak az után. Na. Ó, ti mit csináltok odament? Ja nem is a sátorban vagytok, akkor kapjátok be. Viszont megint szintet léptem, és... mit is akartam? Ja igen, ez nagyon jól fog jön. Szóval... ja, ezt csak takedown-oknál fogja csinálni. Nem baj. Tudtam abban egy ilyen, hogy amint lelövöm egyből kapom azokat a szavakat. Félrehettem beletve. Nem baj, még egy is olyat. Inkább menjünk ki ebből a csúnya barlangból. Oliver, te egy drogos vagy. Már elnézést. Na. Miben emberek, hogy a következő küldetésünk most már át fog menni a következő szigetre. Illetve a szigetnek másik részre, akár mondhatnám így is. Willis, is that you? Jason, I zeroed in on your friend Keith Ramsey. A hitman who works for Hoyt purchased him. He's usually at the bar in the shanty town. What's the guy's name? Buck. Buck. So his name is Buck, and he lacks the... Ó, oh, Bill referencia. Én is pont ezt akartam mondani. Esküszöm, pont ezt akartam, hogy... pont ezt akartam mondani, mint most Jason is elmondott. Na, király. Na, most merre kell mennem. Na, meg mindig nem oda. Akkor jó nekünk. Király. Főleg jó nektek, hiszen sokan már nyertek, hogy hé, sőt, mikor csinálsz majd? Főküldetés szállat. Miért nem tudok most már beszélni? Ma nem megy a beszédelnélést. Na. Birkill, az most nekem eléggé betett. Napi hülyeség meg volt tőlem. Már elég kínos, mert éppen hajnal 2 van. Szóval, hogyha már hajnal 2, akkor meg volt a napi hülyeség, akkor az gáz. His name is Buck. And he likes to fuck. Na, mondom, megint be kell menni. Még több csövás fekszik itt a földön, és... hello, haver. Well, it's not my birthday. She must be Christmas. I'm here for my friend, Keith. Ah, sorry, it doesn't ring a bell. You bought him from Hoyt. Ah, him. He said his name was... Hysterical. Oh, travel better. Let's get down to brass tacks. You must be Jason Brody. Look, I just want Keith. Jason. God, we're not all savages here. We're just businessmen, responsible capitalists. I've got something that you want, right? That's product. You've got something that I want. And what the hell is that? Temper, Jace. Careful. If you do me in, you'll never get him back. Find this for me. Oh. You score that, and you and I are even, Steven. Keith goes with you. Bring me what has been lost. I've seen this knife before. Knife? What knife? That's just a fucking knife. It's art. More history in this than you and Keith four hours you squeezed together. That's my fucking fee, right? Where is it? It's Trajanta. He knew where it was. First, he got the wanker's boat. Research he was doing on some Chinese treasure. And his crew. Do you know what else he got? A knife? No. A knife. It's location. Mm-hmm. You want Keith back? Get on the goddamn boat. Find out where the artifact's buried before someone else nicks it. I'm on your bike. Mekkora úriember ez a Buck.
imádni valók. Na, húzzuk fel a belünket. Király, na most hova kell menni? Ki a gecibe? Király. Akkor szépen megyünk oda. Aztán lehet, hogy lassan még korábban át fogok menni a... izére, a másik szigetre. Kicsit megelőzöm a dolgokat, mi is kell történt, hogy nem csinálok én itt. Ki tudja, lehet, hogy szépen elkezdek itt haladni a foglalásokkal, miatt még át kell oda mennünk. És én vagyok akkor a gangsta, hogy kiúszok oda, vagy lopjak valami csónakot. Minden bizony lopni fogok, mert a cepek olyan hamar megzabálnak, hogy ott beszarás. Jaj! Ez most komoly! Legkisebb zuhanásba belehalok. Szép volt Jason Brody. Büszke vagyok rád. Meg a térdeidre is, azokra a kibaszott baby térdekre, amik ilyen könnyen széttörnek. Na. Akkor felszállunk erre a quadbike-ra. Mert minden bizony, hogyha 70 km per órával hajtok le a szakadékba, akkor azt túlélem. Legalábbis játéknem, mintha eddig ez lenne a logikája. Yep. Ezt valamiért túléltem. Ez valamiért kurvára túlélés gyanús, de az, hogy én egy kicsit leesek, az már is nem. Because fuck logic. Rendben, itt megint halálosnak tűnik, de... belerőhögök a halál arcába. Király. Oké, itt van is egy jetski. És azt szépen el is fogom kötni. Grand Theft jetski. Én már csak így nyomom. Király, és mintha közelben lennének valami kalózok, hiszen egészen intenzív lett a muzsika. Na. Ezt a szép zöldet viszem el, mert ez kibaszott csúnya. Neki nem szarja le, hogy milyen színű. És azon a hajón lehet, hogy lesz egy csomó kalóz. Minden bizonyal lesz egy csomó kalóz. De se baj. Szépen megközelítem mondjuk, honnan kéne. Hoppá, hoppá, észre fog menni ez a Mr. Kalóz. Király. Ezek eléggé hülyék voltak. Első hiszem, hogy nem vettek észre. Nosztalgia hajó. Rendben. Ez itt elég ijesztő. Nem merek itt menni sehova. Zsír. Lehet, hogy itt most érdemes lenne használni egy olyan tűt. Minden bizony a fogok is. Combat. És... tudok egyet? Use. Hát istenek van. Igen, most így látom őket. Baszki, vannak itt fel. Zsír, azt a sniper szerintem pont el tudom kapni. De lehet, hogy... igazából mindegy, hogy mit csinálok. Ó, baszki. Akár így is megölhetném, hiszen miért nem? Ó, szegény csak elkezdett unatkozni, hát oda ne rohanjak meg vissza. Unatkozni egy ilyen izgalmas hajón szolgálva. Hihetetlen. Na. Zsír. Valacsávot? Simán észrevetett volna. De szerencsére hülye. Király. Rendben, őket hagyom a geszibe, hogy ezt a hajót most le kell pucolnom, az a küldetés. Dobálják a semmit a vízbe, milyen aranyosak. Nem igaz? Hopp! Ennek sok értelme volt. Király. Kit kéne megölni itt először? Ez egy jó kérdés. Talán megint elkezdenek dobálni valamit a vízbe, és akkor majd neki láthatok, de... ez úgy néz ki, hogy nem fog megtörténni.